kívánokban, a második a színház igazgatója. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy együtt köszöntsek önökkel, nem egy messzire, egy fantasztikus művésznőt, aki úgy döntött, hogy visszavonul, Bécsre, akinek én mélységes nagy hálával és köszönettel tartozom, mert amikor 5 évvel ezelőtt ez a színház újraindult, ő elsőként csatlakozott a játékszín csapatához, és én ezt soha nem fogom neki elfelejteni. Aki, ami nem semmi, 105-ször játszotta ezt az előadásnak a főszerepét. Engedjék meg, hogy együtt köszöntsem önökkel a Kossuth Díjas Bári Évát! Borzasztóan sajnálom, hogy ő úgy gondolja, hogy mostantól ő már nem akar a színpadon szerepelni. Másrészt fantasztikus és csodálom érte, hogy ő ezt a döntést meghozta. Ez is az ő nagyságát mutatja. Amikor először találkoztam az Évával, az a Rövid Fecsőnek a olvasó próbája volt, és ha hiszik, ha nem, én borzasztó izgalomban voltam attól, hogy én találkozom a Bári Évával, és az Évát a híre megelőzte. Én nem szeretem ezt a szót, hogy szakma, mert nem tudom mi az, hogy szakma, de az Évának ami nagyon jó híre volt, nagyon pozitív híre volt, és az a pozitív kisugárzás, ami a hírekből jött, azt én megtapasztaltam, hogy az olvasó próbán, ebben a szakmában megint csak ezt felhasználom, nagyon ritkán van, amikor valakivel úgy találkozott, az ebben egy 1000 éve ismertük egymást. Borzasztóan megtisztelő volt, hogy rögtön letegeződtünk, és én úgy vagyok az Évával, hogy csak találkoznak vele, mintha a több száz évben is menném, ami csak rám vonatkozik a több száz évben. Nagyon fog hiányozni. Én szerettem az előadás előtti jó ízű, kicsit rossz májú dumákat, nem adom a röhögés szót, és nagyon jó volt vele játszani, nagyon jó volt a szeme, nagyon jó volt partnernek, és nagyon fog hiányozni nekem az Éva, de mindezt úgy mondom, hogy remélem, hogy nem fog hiányozni. Én felajánlottam neki, hogy Pécset bármikor, ha kell egy kis, ha nem szeretek bejövök mellé. Nem az egyik van, amire nem lenne azt, hogy már nincs, hogy játszolom, de én boldog bejátszani vele. Kedves Alice kisasszony, ugye ma este azt kérdeztem öntől, hogy mi volna szükség egy kis pihenésre. Na de ennyire nem gondoltam, hogy ilyen, ilyen. Aztán szépen jöjjön vissza. És miután régi barátja lelépett, azt gondolom, hogy megcsinálnánk ketten ezt a nyomozói oldalt. Ez ugye mi? Csináljunk egy házasság közvetítő oldalt. Alice és Rosé. A szlogenünk pedig lehetne az, hogy ha nálunk talál partnert, nem lesz önből csonka család. Vagy egy rendező, aki azt mondta, hogy egyébként tedd beljebb a szerepet. És akkor azt mondta az Évi, hogy ennél beljebb, én nem tudom. És a rendező azt mondta, hogy hát, és hát azt mondta nálunk egy ilyen szállóig, hogy egyébként tedd beljebb a szerepet. Hát. Egy fantasztikus színész, aki elindult Pécsről, meghódította Pécset, most visszamegy Pécsre, ugyanott folytatja, gondolom, ahol a tárgyparokkal várják.
Tehát miért is tetlentenek, imádják a nézők, itt is imádják. Vannak olyan nézők, akik minden Vári darabra jönnek. Mindig ugyanott ülnek az első sorban, és száz valamelyik előadás, és ők mindig nézik a Vári Évát, ez nem véletlen. Ő is pécsi, és én is pécsi vagyok. Az én gyerekkorom az ott telt Pécset, én a nem Pécsi Nemzeti Színházban, és ott ismerkedtem meg vele. Ezelőtt nagyon-nagyon régen, szinte tegnap volt, nagyon régen ismerjük egymást, még játszottunk együtt Pécsett is, és aztán a Budapesti Kamaraszínházban. Rengetegszer játszotta az anyukámat, rengetegszer játszotta a szeretőmet. Volt olyan dolog, amikor mind a kettőt egyszerre. Jó, hogy rám mondom hosszan dolgokat, mert tegnap előtt már az utolsó előtti testőr alatt is írtunk sokat. Nagyon-nagyon fogsz hiányozni, te vagy a legkedvesebb partnerem, ha lehet ilyet mondani. Te vagy a színpadon a cinkostárs, a mester, a díva,